Sziasztok srácok! Egy újabb videóval jelentkezem, pontosabban egy barkácsos videóval. Megint, vagyis most kipróbálom még egyszer, vagyis használni fogom ezt a kis marógépet, amiről már láttatok videót, már bele is készítettem a kis marófejet. Ez nem tudom, hogy az lett 3-as. Ja igen, 3-as. És akkor lenne nekem egy ilyen kis műanyag kis tároló dobozkám, mint látható. Azt kéne belsejét majd kimaróznom, szóval így jobban látjátok. Itt ezt a részt el nincs szükségem erre a közepére, csak a külsejére. És erre az rész, ezt a belső betétet úgymond, ezt a maróval fogom majd kivágni. Remélem sikerrel. Ez jó kis tároló doboz, az akármit bele lehet lakni. Ez egy ilyen akus csavarozó volt benne, de azonnak nem kell már. Ezt külön tárolom, így legalább. Máshol is fel tudom majd használni, és legalább ki tudom próbálni még a kis marófejet. A kis marófejet hozzá. Szóval akkor kezdjük el. Na, itt vagyok. Ezt a burkolatot leveszem róla, mert nincs szükség. És akkor remélem látjátok. Oké. Még egy kicsit emelek a kamerán. Így akkor már mindjárt jobb lesz. Na nézzük! Sikerült kimarnom. 2 perces művelet volt az egész. Ugyanis ennek a kis marónak szerettem volna egy kis dobozkát. Úgyhogy én szerintem ez jó is lesz neki. Ide tudom tenni bele a marófejeket is. Ide belerakom a vezetéket. És így már hasznosította egy kidobásra szánt bőröndöt. Rácsukom, csak az a probléma, úgy veszem észre, hogy itt egy kicsit feszül. Láthatjátok, nem lehet becsukni. Ez a perem rész, ez kitart. Ez itt. És így fordítom. És így fordítom. Aha. Ez itt a probléma. És ha így. Mi a megoldás? Skacok. Itt a felső részből majd kimarózok egy olyan részt, hogy nem tudom mennyi ez itt tudom én, egy 10 mm-szer 60 mm-es horszban. Kivágom így. És akkor megvan oldva a probléma, és lesz egy jó kis tárolódobozka a kis marónak. Tökéletes lesz. Na hát akkor előkészítettem a gépet. Kikerítem a marófejet. Na itt vagyok, hoztam egy kis reszelőt, és ezzel próbálom már egy kicsit megreszelni, egy kicsit megsorjázni ezt a kivált kis dútot. Úgyhogy várjatok, csinálom. Hopp.
Na, részlemény. Mindjárt kiveszem belőle a malót. Kihúzzuk a konnektorból, ahogy megvetetés érjen. Itt van a két szerszám. Ha kijönne. Kérdéses. Beleteszem. És marót. Tökéletesen kiállt a próbát, úgyhogy próbétel volt. Így elméletileg most már bele kell férnie. Nagyon sok forgát. Sietnem kell az asszony hazana jövő munkából, mert akkor agyon üt. Mert nagyon nagy szemetet csináltam. Ez a takarításhoz lesz én szerintem egy fél óra minimum. Ez a műanyag forgács, ez brutális. Főleg itt a konyhába. Valamit ki kell találnom, valami normális helyet, mert ez így nem lesz jó. Kirakom, ide rakom. Beleteszem szépen. Belerakom a két kulcsot is hozzá. Ahogy forgatunk rajta egy kicsit. Így. Így. Láthatjátok. Nőtba szépen belefér. Szépen ki van forszívózva, hogy tessék panaszkodni. Gyönyörű kis tárolódóhoz csináltam a kis marónak. Nagyon szuper, meg vagyok elégedve. Úgyhogy ha akartok még ilyen hasonló őrült átalakításokat látni, mint ez is például gányolásokat, hát mondjuk ilyen nevezzük úgy, de a célnak megfelel tökéletesen. Illetve egy kidobásra szánt kis kofferből egy hasznos dolog. Tárolóra kezd, bele tudunk tenni a kis marómat, tökéletes. Na szóval, mint említettem, mindjárt feleségem rendet kell pakolnom, mert itt igen csak nagy a kosz meg a szemét. Úgyhogy sietek, gyorsan le is zárom. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok! Ja, még valami! Ne felejtsetek el, ha tetszett a videó, lájkoljatok, iratkozz föl, és a végén a kis csengettyűt is. Köszönöm még egyszer. Sziasztok. Ciao.